A sportra való nevelés érdekében csatlakozott a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ a Magyar Sportnapjához. A rendezvényen Huszka Dáviddal és Bagi Mátyással mozoghattak vasárnap a sportszerelmesei. A rossz idő miatt nem a szabadban, hanem a Balogh-Imsi sportcsarnokban rendezte meg a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ a Magyar Sportnapját. A kezdeményezéshez első alkalommal csatlakozott a kulturális intézmény. A Művelődési Központnak is a célja, a város céljával együtt, hogy megmozgassa a fiatalokat. Ugye nyilván a Művelődési Központnak a repertoáriába, illetve magának a kulturális programok közé ugye nyilvánvalóan annyira nem illik, de ugye az elmúlt időszakban is ugye jó magam is sportos ember vagyok, és Bagi Mátyással ugye nagyon sok olyan rendezvényt szerveztünk már közösen, ami ugye a sport a középpontja, úgymond, és ezt is ezért szerettük volna mindenféleképpen, hogy az embereknek felhívjuk a figyelmét arra, hogy mennyire fontos a sport. Szakemberek szerint a sportra nevelést már gyermekkorban kell elkezdeni, hiszen ez nem csak az egészségük érdekében pozitív, hanem szellemi frissességet is segíti. Így hatására a hétköznapokban is jól tudnak teljesíteni a fiatalok. Szeretek sportolni, és szeretnék felnőtt koromban is így meg szeretném tartani a sporthagyományait, és szeretnék tovább sportolni. És igazából azt tetszik, hogy a fekvőtámaszok, meg az ilyen kis erősítő gyakorlatok. A gyerekek Huszka Dávid crossfit edzővel melegítettek be, majd Bagi Mátyás funkcionális tréner mozgatta át a résztvevőket.